Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit Debrecenben. A Dharma beszéd elején, ahogy azt szoktuk, mondjuk el a tiszta univerzum mantráját, Om Nam, hétszer közösen. Oh. Köszönöm szépen. A mozdulatlan csend és a belső béke, ez eredeti természetünk. Akkor miért rázza a szél az erdő fáit? A vadlúd egyetlen kiáltása betölti az eget. Egy költeményből idéztem, amely a hajnali harangénekünkben hangzik el minden reggel, nem csak nálunk, hanem 8000 koreai templomban is. Az ember az egyik legérdekesebb főemlős az egész univerzumban. Szerintem még nem találkoztunk mindegyikkel. Még igazából magunkkal sem. Miért vagyunk tehát nagyon érdekes főemlősök? Mert valahol keressük önmagunkat. Nézd meg, hogy mennyi ember foglalkozik önismerettel, önmegvalósítással, öntisztítással, öngyógyítással, ön, 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 én, mi, mindannyian. Érdekes, hogy a kutyáknak nincs gondjuk a kutyaságukkal. A kutyák csak kutyaként tudnak viselkedni a macskáknak nincs gondjuk a macskaságukkal. Csak macskaként tudnak viselkedni. Az emberre gond van. Mivel tényleg nem tapasztaltuk önmagunkat, igazi önvalónkat, ezért tudunk embertelenek lenni. Néha azt hisszük, hogy ember felettiek vagyunk, pedig csak emberinek kéne lenni. De mi az ember feletti, mi az ember alatti, mi a nemes emberi, és mi az embertelen. Annyiszor átéltük ezt a történelem során, ezt a körforgást le és föl, elidegenedve önmagunktól, elidegenedve egy másik embertől, elidegenedve a világtól, a munkánktól, a környezetünktől, aztán mégiscsak valahogy hidat találni a másik emberhez, újra egyé válni a természettel és a világgal, és újra megtalálni valamit, amit belül érzett szintjén önmagunknak hívunk. Miért van erre szükség? Valójában nem tudjuk. Csak azt tudjuk, hogy ha nincs meg, akkor borzasztó dolgokra vagyunk képesek csak azért, mert téves nézetekkel bírunk, helytelen önképpel bírunk, helytelen világképpel bírunk. És ezért a másik emberről sem alkotunk helyes képet. Sem a társadalomban, sem a családban, sem a párkapcsolatban. Miért? Mert az egyén nem végezte el a dolgát. Az egyén nem teljesítette a saját házi feladatát, mert nem járjuk az utunkat. Ugye a feladat rendkívül egyszerű, szabadulj meg minden szereptől hogyha az összes színész leül, akkor előbb-utóbb a rendező széke az nyilvánvalóvá válik. Miért? Mert az üres marad. A rendezőnek nincs itt lent széke, a rendező ott van fönt. Egy színházteremben ülünk, itt van a vászon. Ez életednek a nagy színpada, a nagy vászna, ahol látod a saját drámádat, vígjátékodat, tragédiádat, egy vagy több felvonásos életszakaszaidat, és azt hiszed, hogy mindaz, ami itt a vászon megjelenik, az te vagy. Összecseréled magad a saját avatároddal, a saját önképeddel, legfőképpen azzal a véleménnyel, amit a külvilág közvetít felét, hogy te ez vagy, te az vagy, te jó vagy, te rossz vagy, és ahelyett, hogy az ok és okozat helyes működését látnánk, egymás véleményeire, egymás torzított, törött, koszos tükrére erre alapozunk. Onnan tudjuk, hogy ez nem tiszta. Onnan, hogy szenvedést termelünk. Onnan, hogy szenvedünk és szenvedtetünk. És hogyha egy év válnánk igazi önvalónkkal, akkor mindezt nem tennénk, mert az önkép és az önvaló átfedést mutatna. Valójában az önkép eltűnne, és az önvaló maradna, csak ez kicsit félelmetes. Ezért mondom másképp. De valójában ugyanaz, hogy a csepp visszatér az óceánba, és az óceánnál válik. Mi lesz akkor a csepségével? Boldog lesz. Elárulom. Boldog lesz. Azért üres a rendező széke, mert az előadást onnan vezérli. A vetítőterem egy nagyon érdekes hely. Ez neked, ez az agy. Ebből az elméből szoktuk projektálni, rávetíteni a világra az elvárásainkat, a félelmeinket, a fixa ideáinkat, azokat a fogalmakat, amelyeket abszolút -e igaznak hiszünk, vagy annak szeretnénk látni. a rendező pedig tudja, hogy ezt a filmet nem nagyon lehet vágni. Ez az élet, ez folyamatos. Evés, ivás, alvás, munka, szeretés, nem szeretés. Mit tehetünk tehát? Nézzük meg, hogy mikor váltjuk a tekercset. Mikor van az, hogy egy narratíva véget ér, egy életfejezet véget ér, elvonulsz egy kicsit a világtól, és akkor, amikor egy tekercs már lement, de egy újabbat nem tettél föl, akkor csak az eredeti fény van a vásznon. Nincs film, nincsenek színészek, nincs narratíva, nincs cselekvés. Nincsenek autók, tájképek, akció, lövöldözés, vörösboros, rendezvúk és repülőgépek. Ezek mind nincsenek. Mi van tehát? Csak ez a lényeg van. Az eredeti fény, a nem név és nem forma, a nem megjelenő és nem eltűnő, a nem szerepjátszó, hanem a csak itt tisztán jelen való, ezek lennénk a magunk mi voltában mink. Csak ezt már kezdtük el felejteni, a sok-sok érzés, gondolat, beszéd, cselekedet, látás, hallás, szaglás, tapintás, ízlelés, etc. miatt. Ezekkel az érzékszervi hatásokkal összecseréljük magunkat. A múlt jelen és jövő kontinuitásával legyen az lineáris vagy ciklikus, összecseréljük magunkat. Amikor a teli üresség vagy üres teljesség tapasztalatáról van szó, az nem más, mint visszatérni ahhoz a tudathoz, amely tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör. Csak is ebben a pillanatban tapasztalhatjuk a térnek és az időnek az egyetlen meccéspontján, amit tudunk közvetlenül érzékelni, közvetlenül egyé válni vele. Az en elvonulás, az en gyakorlat, tehát nem más, mint ezektől a szerepektől, avatároktól, érzékszervi ragaszkodásoktól, kognitív és érzelmi azonosulásoktól való megszabadulás mint amikor a lakásból minden bútort kiraksz, minden ruhát kiraksz, semmi nem marad benne, csak a falak, a padló és a vezetékek, semmi más. Ekkor tudod igazán jól kifesteni, igazán jól kitakarítani, és utána csak azokat a bútorokat viszed vissza, amelyekre igazán szükséged van, csak azokat a ruhákat teszed vissza a szekrénybe, amelyekről tudod, hogy hordani fogod. Az összes többi szeretett szolgálat adjuk oda másoknak, akiknek tényleg szüksége van rá. Ez a karmának a helyes művelése. Mikor mered kirakni az összes karmát belülről? Mikor mersz visszatérni a gondolkodás elé? A nem tudhatóhoz. Nem kell félni a nem tudomtól. A nem tudható természetes, hogy ismeretlen. Szokratészt kérdezték, minek tartja magát, mester? Én a legbölcsebb embernek. És miért? Azért, mert én tudom, hogy nem tudok semmit. És ezt honnan tudja, hogy nem tud semmit? Ja, azt a feleségem mondta. <gül> <gül> Úgyhogy nagyon sokféle nem tudom van. Van egyéni nem tudom, ez a pici információhiány, van egy páros nem tudom, most idéztem, van a családi nem tudom, amikor ott van egy gyerek előtted, és még nem beszél, még nem jár, csak így rád néz, és néha sír, néha mosolyog, néha alszik, és rá kell jönnöd, hogy mi van benne, mi van a lélekben. Mi van annak a pici lénynek a tudatában, ott és akkor szavak nélkül. És föl fog nőni gyorsabban, mint hiszed lábra fog állni, beszélni fog, gondolkodni, érezni, és neked szegezni a kérdést, hogy apa, anya, miért vagyok én itt? Miért hoztatok a világra? Nekem itt nem rossz, Magyarország egy jó hely. Nem rossz itt nekem. Megtanultam a nyelvet, enni, inni, aludni, szobatisztának lenni. Miért? Miért, ha egyszer meghalunk? Mire jó ez az egész, ami tart 70-80-90 évet, rossz esetben rövidebb időt, örömmel és boldogsággal, betegséggel és egészséggel, egyetértéssel és ellenségességgel együtt. Mire jó? Erre nekünk kell választ kapni először belül, hogy megadhassuk annak, akinek szüksége van rá kívül, de csak azért, hogy ő ezáltal a saját útját járhassa. Helyettünk nem tapasztalhat senki. Ha nem tudjuk ezt a választ megadni, akkor utolsó óráink nagyon keservesek lesznek, lehet, hogy már előtte is. Mert nincs meg az, ami meghaladja az életet és a halált. Nem nőttünk föl teljesen. Nem értük el azt az önvalót, amely túl van az ellentéteken, túl van a keletkezésen és megszűnésen, mégis ebben a pillanatban ez figyel. Ez néz a szemeddel, ez hall a füleddel, ez gondolkodik az elméddel, ez érez a szíveddel, ez mozog a testeddel. Pontosan olyan közel van, mint az orrod hegye. De ha nincs tükröd, nem látod. Ezért kell az energiát befelé fordítani, megszabadulni minden akaratlagos tudati és testi tevékenységtől, és így az elme visszatér abba az állapotba, amely eredeti, nyugodt és tiszta. Olyan, mint a kék ég, amelyben csak a vadludak szállnak, és a felhők mennek, ahogy a szél fúj. Sokat köszönhetünk nem csak a buddhista szerzetesek, szerzetesnők és világi támogatók ismeretlen millióinak, hanem a taoista remetéknek, akik a taoizmust és a buddhizmust hosszú évszázadok során együtt gyakorolták, és engedték egyé Harmadik komponensként a konfuciánus uralkodók, szervezők nagyon sokat segítettek abban, hogy a konfucianizmus konzervatív, világos társadalmi struktúrára törekvő évszázadaiban a buddhizmus megmaradhatott mindig kisebbségként, megtűrtként, néha azért egy-egy kínai vagy koreai, esetleg japán uralkodó udvari szerzetest is tartott, mert jó az a bölcsesség ott valahol a trónszék mellett. De hogyha a zent a maga történelmi, kulturális kontextusában szeretnénk látni, akkor ezt a hármat együtt kell látnunk, mert az a buddhizmus, amit Bodhidharma Indiából Kínába vitt 1500 évvel ezelőtt, az már sokkal előbb megjelent búvópatak szerűen több évszázados szinergia történt a taoizmus, konfucianizmus és buddhizmus részvételével, és ez az ötvözet az, ami az ázsiai országok jó részének a szellemi gerincét adta egészen a 20. század második feléig óriási változásokat élünk. Az elménk olyan mennyiségű adattal terhelt, hogy figyelni alig tudunk a másik emberre. Valahol egy digitális felületben elvesztünk. Elvesztek a hozzátartozóink, elvesztek a gyerekeink, elvesztek a barátaink és az ellenségeink is, Szinte már mindent egy kényszerű abstrakción keresztül látunk, azon keresztül dolgozunk, Kereskedünk, szórakozunk, élünk és halunk. Ezzel így nem lenne semmi baj. De hogyha ennyire összenövünk egy digitális réteggel, egy digitális infrastruktúrával, akkor elveszítjük az önállóságunkat. Elveszítjük azt, ami az emberben ettől eredetileg független volt. Igen, mindenre szükségünk van. Csak közben ne veszítsük el azt az eredeti tudatot, amely nem nulla és nem egy. Amely nem képernyő, billentyűzet, egér, vagy valamilyen háttértár. Miért? A 20. század informatikusai és technológusai túl jót alkottak. Túlságosan hasonlít ahhoz, ahogy működünk. Sőt, az emlékezete egy gépnek, Sokkal biztosabb, mint a miénk, mindaddig, amíg van áram, és nem túl meleg az a háttértár. Felforrósodik, vége. De sokkal jobban emlékszik. Sokkal gyorsabban dönt. Sokkal jobban alkot fogalmakat. Mit teszünk hát ezzel az elképesztő erővel, amit a digitális kultúrában felszabadítottunk? Az egyetlen egy kérdés, hogy mi használjuk-e ezt valamilyen nemesebb célra, vagy pedig ezt fog minket használni csak az infrastruktúra megörökítésére és továbbadására. Tehát döntsd el, hogy ember vagy-e a családi karmádban generációról generációra, vagy egyszer csak az egyik komputer nemzedék továbbad téged egy másik komputer nemzedéknek. Egyre inkább user leszel. Egyre inkább digitálisan rabok leszünk, vagy szabadok? Ez a kérdés, válasszatok. Pillanatról pillanatra, generációról generációra, én még emlékszem, hogy mennyire későn kerültem képernyő elé. A mostaniak nem is emlékeznek arra, hogy volt olyan időszak az életükben, amikor még nem valamilyen digitális felületet néztek. Mennyire tudjuk egymást megtalálni Mennyire tudjuk önmagunkat megtalálni, és mennyire tudjuk a felébredés útját járni? Ez a kérdés. Mert akár digitális, akár analóg, álom. Miért álom? Mert megjelenik és eltűnik, és nincsen fogható magva, nincsen szilárd lényege. Tehát amit keresünk, az nem valamilyen érzékszervi hatás, nem valamilyen gondolat, érzelem. Vagy valamilyen történelmi tény a múltban, a jelenben, vagy a jövőben. Valójában ezt a pillanatot keressük, csak abba kéne hagyni a keresést, és akkor meg is találnánk. Ahogy egy régi kínai mondás mondja, hogy találhatnád meg azt a bikát, aminek már a hátán ősz? Ezzel a felütéssel szeretném befejezni a bevezetőt, és tiszteltel várom a kérdéseiteket. Mi a párommal, most már férjemmel több mint egy éve együtt vagyunk, és nagyon jó úton haladunk, nagyon jó úton járunk, úgy érzem. Viszont van egy dolog, amit ami nem tudok, nem tudunk változtatni. Egy az dolgon? Pedig, nagyon um, szerencsések vagyunk. Ami számomra problémát jelent, az pedig, hogy vannak dolgok, amikor elnyomom magam mellette. Ha ő valamit határozottan mond, az ő habitusából adódóan, én, én elnyomom magam. Milyen és... magas vagy? 168. Milyen magas a párod? 170. 170. Két centi múlik? Megvizsgáltam, és ez a, a régi kapcsolataimban is így volt mindig. Sőt, ugye hát gyerekkorom óta, valószínűleg ez a megfelelési kényszerből adódik. És hát nem tudom ezen, hogy tudok változtatni, ez lenne a kérdés. Amely. Rendezni kell apával a viszonyt. A kényszer onnan van. Édesapám a... is elnyomja magát anyukám mellett. Pedig nem tettem családlátogatást nálatok. A helyzet az, hogy a kényszertől szabaduljunk meg, hölgyeim és uraim, a megfeleléstől nem. Azért meg kell felelnünk valahogy egymásnak, de ha ezt kényszeresen tesszük, az nagyon szomorú. Az általában vagy túl van vezérelve, pozitív megfelelési kényszer. Képzelj el egy nagyon pozitív gondolkodást, amely megfelelési kényszerrel párosul halálos fegyver. Aki ezt valakiben el tudja sütni, az, az ural, teljesen uralja a másikat. Tehát megfelelés kényszer nélkül. Uh -huh. Tehát egy természetesen fejlődő családban ezeket a feltételhez kötött normatívákat az apa állítja be a legerősebben. Anyu érzelmileg szokta színezni, ha szigorú is, de érzelmileg ő az, aki lazít. Úgyhogy ha túl van vezérelve a megfelelés kényszerré, az az apai oldalban maximálisan benne van. És azért kell vele rendezni, hogy te ne vidd tovább, sőt az utódaitok se vigyék tovább, hogy amikor fordul a kocka, a férjed ne akarjon kényszeresen megfelelni. Miért? Mert ez átragad. És akkor egymást nézzük így ilyen tágra nyílt, kiguvadt szemekkel, hogy úristen, megfelelek neked? Megfelelek neked? Nem. Tényleg közösen kéne az utat járni, közösen kéne célokat megvalósítani, és egymás mellett alakulni. Tehát az, hogy egymás mellett alakulunk, egymást tekintetbe veszük, egymást meglátjuk, egymást szeretjük, egymást szolgáljuk, ez nem megfelelési kényszer. Ez a normális együttélés. És közben a karmánk a szépen dörzsölődik. Ez a hőfejlődés, ez az intimitás közben természetesen megmutatkozik. Mert olyan közel van a másik, hogy nemhogy nem akarsz elmenekülni, még jobban dörzsölődsz. És ebben a karmád az szépen elkezd porhanyossá válni. Már nem hiszed, hogy mindig igazad van. Csak néha. Már nem hiszed, hogy neked jobb, ha neked igazad van. Sokkal együttérzőbb és bölcsebb lettél. És tudod, hogy az a jó, hogy ha másiknak van igaza. Miért? Mert akkor boldogság van belőle. Aztán egyszer csak rájön a saját szemével és a saját fülével, a saját elméjével, hogy most épp ő neki nem sikerült. Most éppen a másikra van szüksége, segítséget kér, nem látta jól, nem tette jól, nem mondta jól. Hála légyen! Ezt úgy látta be, hogy te nem mutattál rá, hogy hibáztál. Nem mutattál rá, hogy nem volt igazad. Nem kerested benne ott a kis a kákán a csomót. Tehát, hogyha az összes részlet az ördögben lakik, akkor annak a másik oldala, hogy az apróságokra, ha figyelünk, akkor ez egy isteni dolog tud lenni. De ha függünk ezektől a részletektől, akkor állandóan a menny és a pokol váltja egymást. Igen. Na, ezt nem javaslom, mert rendkívüli módon energia fecsérlő. Tehát tessék egy kicsikét, egy lépéssel még az intim zónán belül távolabb kerülni. Nem szűnünk meg szeretni a másikat, csak nem maceráljuk állandóan minden részlettel, minden percben. Oké? Okay? Igen, nagyon szépen köszönöm. Én hat hónappal ezelőtt munkahelyet váltottam. Kaptam egy ajánlatot, elfogadtam, felmondtam a másik munkahelyen, de éreztem, hogy ez, ez rögös út lesz. Tehát, hogy itt azért lesznek nehézségek de úgy éreztem, hogy vagy egy helyben maradok, és akkor nem haladok, vagy pedig, vagy pedig előrelépek. És, és, hogy ez a következő lépés. És hát az érzés az bejött, tehát tényleg vannak nehézségek, viszont ezeknek köszönhetően megértem, megértek egy sor olyan dolgot, ami gimnázium alatt történt velem. Tehát 14 és 18 éves korom között. Lehet azt mondani, hogy ha ott, ott a gimnáziumi években nem lettek volna feldolgozata, meg nem értett dolgok, akkor én ezt a döntést nem így hozom meg? Vagy nincs az az érzés, hogy nekem ezt most meg kell tennem, meg kell hoznom ezt a döntést akkor is, hogyha ez fájni fog? Olyan eszméletlenül jól alkott rendszert az elméd, hogy az én válaszomra nincs szükség. Látod a pszichédnek ezt az alapvető működését, például azt, hogy a motivációt honnan származik és hogyha te úgy érzed, hogy a korábbi gimnáziumi tapasztalatok motiváltak téged a döntésben, biztos, hogy úgy van. Egyébként nem tud nem motiválni. Miért? Minden, ami szélsőségesen jó vagy rossz a te tapasztalatod szerint, az bemegy a tudattalanodba, és ott elkezd sütni, főzni és takarítani. És a tudattalanodban, hogy ezt a nyugati pszichológia arhetipikus valóságnak mondja, létrehoz akarat vektorokat. A nagyon jó tapasztalat meg akarja ismételni önmagát, a nagyon rossz tapasztalatot elszigeteljük, hogy az életbe soha még hasonló se érjen minket. Tehát ezek a boldogságkereső és szenvedés kerülő vektorok, ezek hozatják meg a döntéseket később úgy, hogy nem is tudod, hogy mire alapoztad. Csak ott és akkor szeretem, nem szeretem, csinálom, nem csinálom, elmegyek onnan, új munkát máshol kapok. Tehát Mindenki traumák és örömök hatalmas halmazából van összerakva. A karmák az pozitív és negatív vektoroknak az összessége ebben a pillanatban. Hogyha ez nem lenne, akkor mi nem lennénk azok, akik ebben a pillanatban, és nem is tudnánk tovább lépni. Nézd meg, hogy az akarat feszültsége milyen pólusok között robban ki. Most ez vagyok, de részben nem ilyen szeretnék lenni. Más szeretnék lenni, meg szeretnék változni. És akkor változtatok magamon. Tehát a mostani önkép és az elképzelt, kijelölt önkép közötti feszültség az az akarat. Sokkal egyszerűbb, amikor ez a munkahely nem jó, innen egy másik, egy b jelű munkahelyre megyek, ez a munkakeresés akarata. Ha ez a feszültség nem lenne meg, akkor nem hoznánk döntéseket. A három legnagyobb feszültség góc az ember lelkében, az a mulandóság, mindannyian tudjuk eltérő szinten, életkor függvényében, hogy meg fogunk halni. Tehát a 7 éves gyereknek még nincs haláltudata, a 8-9-nek már van. az életközép után, főleg a férfiak, sejtszinten tudják, hogy már kevesebb van előttük, mint mögöttük. Tehát a mulandóság ez egy hatalmas nagy hajtóerő, mert tudjuk, hogy belátható időn belül ennek vége lesz. Mi mindent kell még megtennünk addig. Ez akarat erőnek egy óriási tápláléka. A másik az a tökéletlenség. A tökéletlenség az, hogy kényszer, soha nem lehetsz te elég jó. De hogyha ez van, akkor ez a legrosszabb. Hát azért vigyázzunk ezzel, mert hogyha a tökéletlenséget állandóan a tökéletesség irányába szeretnénk tolni, soha nem lesz vége a frusztrációnak. Az EN azt mondja, hogy vegyük észre a világ ilyenségét. Tehát ez a világ, ez pont ilyen az ok és okozat pont így működik. Én most ezekkel a tulajdonságokkal rendelkezem. Ezek nem tökéletesek vagy tökéletlenek, ezek éppen így működnek. Na most ahhoz, hogy ne szenvedjünk és szenvedtessünk, mind kell változtatni. Nagyon-nagyon más kérdés, mint egy abstrakció, egy tökéletesség ideál, vagy egy megfelelési kényszer hajszolása. A második nagy hajtóerő, az, az eredeti tulajdonságok nélküliség vagy tökéletlenség. Akármennyire is idegenül vagy félelmetesen hangozhat, az, hogy az összes tulajdonságunk teremtett dolog és eredetileg nincs, ez azt jelenti, hogy te bármilyen karmától meg tudsz szabadulni, bármilyet meg tudsz tartani, és bármilyet fel tudsz építeni, vagy meg tudsz teremteni. Amiben tehetséges vagy, az mind korábbi karma, azt hoztad magaddal. Amiben nem vagy még jó, mert nem gyakoroltál eleget, nem tapasztaltál eleget, az számodra friss. És a harmadik ilyen nagyon-nagyon fontos hajtóerő az a kölcsönös függés. Tehát függünk a családunktól, függünk a társadalmunktól, függünk a barátainktól és ellenségeinktől egyaránt. Tehát nem csak magunkért vagyunk itt hanem nagyért, keresztapuért, keresztanyúért, a gyerekeinkért, a férjért, a feleségért, anyáért, apáért, kutyáért, macskáért, ez a kölcsönös függés tapasztalata. Magyarul számítasz, nem vagy egyedül. Ha te hozol egy döntést, akik függenek tőled, azokra azonnal hatással lesz. Tehát a kölcsönös függés, a tökéletlenség, és a mulandóság, na ez az, ami nagyon-nagyon erősen hajt minket. Ha nem tudjuk, akkor is. Ha részletekben, eseményekben, emberekben mutatkozik meg, akkor is. Úgyhogy mi a helyes irány? A helyes irány az, ami a felébredéshez és mások segítéséhez vezet. És hogyha innen nézed a döntésedet, azonnyomban tudod, hogy a korábbi élmények azok. Kellettek ahhoz, hogy most hozz egy ilyen döntést. Ez az emberi felnövekvés és érés folyamata. Hogy használd az új munkahelyet jól. Köszönöm szépen. Szívesen. Én tavaly novemberben találkoztam először azonnal, ezért vagyok most itt. És az lenne a kérdésem, hogy mit kell ahhoz tennem, hogy Nyíregyháznál legyen egy szanga. Tehát én úgy gondolom, hogy a, a darma az általad már bekerült az életembe, viszont úgy gondolom, hogy kellene egy szanga Nyíregyházán. Miért kell egy szanga Nyíregyházán? Miért kell egy szanga a butha és a darma mellett? Ez így van. Rajtad kívül kinek van még erre szüksége Nyíregyházán? Nem tudom. Innen indul. Ebből a gyönyörű nem tudomból, és már egy jelentkező van, akinek szüksége van ilyenre Nyíregyházán. Tehát ez úgy indul, hogy körülnézel, hogy kell tudnál összefogni és leülni, gyakorolni meditációt, és ennek a menete rendkívül egyszerű. Olyan, mint a magvetés. Megvan a föld, elő kell készíteni, bevetjük a magot, gondozzuk, gyomláljuk, kinő a növény. Hogyha legalább három ember összeáll, az már egy szanga. Koreában hét fő alatt nincs elvonulás, amikor már legalább heten együtt ülnek, az már regisztrálható, mint egy 90 napos téli vagy nyári gyakorlat, koreaiul angol. Tehát egy szangához emberek kellenek, közös elhatározás kell. És akkor jön a tanító, akinek látszólag a legkönnyebb dolga van, elmondja, azt megy tovább. Hát ez nem így megy, kérem szépen. Ez úgy megy, hogy kapcsolatot tartunk a helyi szangákkal, itt köszönöm meg Endrének, Milánnak, Katának, mindenkinek, aki ebben részt vesz, és már évek óta erőfeszítéssel, hogy a három legértékesebb, a Buddha, a Dharma és a Sangha rendelkezésre álljon, hogy működjön. Miért? Ezek nincsenek önmaguktól. Ezeket nem dobozban kapjuk Koreából. Esetleg egy buddha szobrod, de az nem a buddha. Az egy üvegszálas műanyag festve. Ezt mi csináljuk? Tehát, ha te eldöntöd, hogy felébredsz, akkor elindulsz a buthák útján, mert gyakorolsz, mert kívül belül őszintén látod, hogy mi vagy, mi a világ. A darma, a tanítás, ez nem csak a könyv, és végképp nem csak ez a beszéd. A saját figyelmed, észrevételed, belátásod, együttérzésed, bölcsességed, felébredésed, ez a darma, ez az eredeti, ami nem függ írásoktól, nem függ szavaktól. És a szanga pedig az az összefogás, az a közös gyakorlat, ahol az emberek segítik egymást a zenben, és ha úgy gondolják, a mindennapi életben is. Úgyhogy ez akarat, döntés, cselekvés és közös gyakorlat kérdése. És amíg az energiát teszed bele, addig lesz. Amikor nem lesz energia, megszűnik a közösség, Nincs közös gyakorlat, egymásra figyelés, és akkor szétesik. Számos ilyet láttam, és akkor lehet ezt jövőbe mutatóan csinálni, akkor nincs szétesés, hogyha látod azt, és mindenki látja, hogy ezt miért csináljuk. És hogyha ez világos, akkor a közös cél, hogy kevesebb szenvedéssel és több boldogsággal, lehetőleg gyűlölet nélkül és csak szeretetben, idáig el lehet jutni, csak munka. Úgyhogy üdvözlöm ezt a szándékot, hogy Nyíregyházen legyen egy stabil szanga, és a magam részéről minden, ami rajtam múlik, az ott lesz nálatok, és megteszem azt, ami rajtam múlik, és így, így megyünk előre. Köszönöm. Nagyon szívesen beszéded elején mondtad, hogy van az az állapot, amikor cserélik a filmet, és akkor csak ez a vászon van. Úgy érzem, körülbelül két éve, hogy ebben az állapotban vagyok. Azelőtt egy nagyon-nagyon terhelt életem volt, és sokszor jutott eszembe, hogy na most van időm meditálni, megvilágosodni. De szerencsés vagy te. Ez nekem olyan rég volt. <laughs> és többször elhangzott itt a beszéd folyamán, hogy megvilágosodni. És én már nem tudom, hogy az mi. Nagyon jó. Mert amikor nagyon sokat dolgoztam, úgy éreztem, hogy mindenből tanulok. Most pedig annyi időn van, és annyira fehér ez a fal, hogy már kezdek kétségbe esni, hogy nem lesz másik film. És... Hát most van egy másik film. Mit látsz? Hát semmit. Ez nem így van. Nézzél A rám téged, még egyszer. Téged. Igen, Nagyon. Jó. Téged látlak. Ez milyen film? Ez kellemes. Akkor valamit el elrontottam. Nem Ez egy zen film. Ha megütlek, kellemetlen. Igen. Ha mosolygok rád, kellemes. Jos. Tehát itt annyit tudj, hogy amire ez a tanítás utal, az nem más, mint ez. Ez az, amikor egy pillanatra az egyik tekercs nincs, a másik tekercs még nincs. Ha gondolkodsz, akkor egy tekercset föltettél, még hogyha nem is vetíted ki, csak magadban pörgeted. Az igazi kérdés, hogy ki vagy te két gondolat között. Ki vagy te akkor, amikor nincsen tekercs a vetítőn? Ha kétségbe esel, az egy kétségbe esett film. Tehát, ha az ember egyedül van, sok idejában és gondolkodik, az nem jelenti azt, hogy lecserélte a filmet. Az azt jelenti, hogy még az a tekercs az ott kerepel, az még ott mutatja magát. Csak kicsit inog a gép. Hogyha ennyi időd van, gyerrel elvonulni. És hogyha gyakorolsz zent, akkor tényleg le tudod állítani ezt az állandó pörgést, amit az elme folyamatosan 24 képkocka per másodperc sebességgel visz. Úgy tűnik, hogy állandóan, éjjel és nappal álmodsz, gondolkodsz, beszélsz, cselekszel, jársz, kelsz, lefekszel, fölkelsz, szünet nélkül, de mégis van szünet amikor befelé irányítod a kérdést, és egyszer csak már nincs válasz rá, akkor indultál el tényleg az úton. Amíg gondolataid, elképzeléseid vannak a megvilágosodásról, addig csak ott a 90 fokán a zenkörnek, ott keringsz, és gondolkodsz, hogy ez mi lehet, meg mi nem lehet. Ha már nem tudod, hogy mi a megvilágosodás, akkor végre elkezdtél gyakorolni. Úgyhogy mindenkinek megvan a saját fejlődési görbéje. Úgy tűnik, te elérkeztél oda, mert van időd, hogy gyakorolj, és kérlek, hogy ne egyedül gyakorolj, mert akkor a karmád erősödik csak. Ezt már sok éve sufni tuningnak mondom, nagyon sok mindent lehet csinálni egy sufni tuningban, de igazából szervizelni a járművet azt nem. Az ideáidat belecsavarozhatod, meg új optikai tuning, meg ilyenek. De ha igazán baj van azzal a géppel, azt nem a sufniban fogod te igazán jól szervizelni, ezt el kell vinni a profikhoz. Tehát tessék, a templomban, szangában gyakorolni. Ekkor tudsz tovább lépni. Utána kis közösségben gyakorolni, és így az egyéni gyakorlat is helyes lesz. Tehát, ha egy új szanga, vagy egy régebbi szanga működését megnézem, ugyanazokon az alapokon nyugszik. Egyéni gyakorlat, kiscsoportos helyi gyakorlat, és nagycsoportos templomi gyakorlat. Ahol ezt a hármat betartották, ott a mai napig élénk zen élet van. Ahol ebből a háromból bármelyik sérült, ott a szang elkezdett dőlni valami fel, és utána pedig puff, összeesett. És akkor kapom a szomorú telefonokat, a szomorú e-maileket, legörbült szájak, könnyek, hogy sajnos, sajnos, sajnos. De hogyha csak főzni megtanultál alapszinten, akkor tudod, hogy a legegyszerűbb receptből sem hagyhatsz ki semmit. Ha bármi, akár két csipet só nincs benne abban a tésztában, szinte elhetetlen. Nem lesz jó az étel. Tehát a zen azért egy rendkívül együttérző és kíméletes verzió. Miért? Mert a hozzávalókat megadjuk. Meg kell főzni. Jó? Jó Erre köszönöm. van szükség. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. A következőben kérném a segítségedet. Túlzottan empatikus vagyok, és ez inkább abban nyilvánul meg, hogy a, a kis állatok elpusztulása mélységesen megvisel, és hosszú napokon keresztül hát nagyon, nagyon letargikus állapotban vagyok. Az emberekkel viszont nem vagyok így. Tehát az emberek elmúlását föl tudom dolgozni sokkal könnyebben, mint az állatokért. Hogyan tudnék ezen segíteni, vagy karmikus feladatom lenne ezzel kapcsolatosan? Van feladat ezzel, nagyon komoly. Hogyha kiderülne, hogy a kis állatok reinkarnálódnak, akkor megszűnne az együttérzésed? Tudom Tudtom, hogy igen, ők is reinkarnálódnak, de valahogy nem tudok benne még hinni. Tehát nem jutottam el arra a tudati szintre, hogy ezt, ezt, ezt magaménak tudjam, hogy, hogy, Tényleg ők, ők is reinkarnálódnak, és lehetnek emberek, vagy pedig növények. Tehát. Ennyire nem menjünk messzire. Amikor egy adott tudatszintről van szó, hogy azt mondom sávról, tehát tól így lesz egy adott lélek emberi testben, ha az alatt, akkor állatiban, de nagyon nehéz a váltás. Tehát ha már egyszer emberek lettünk, és több inkarnációt töltöttünk emberi testben, lehetséges, le vagy fölmenni, csak iszonyatos munka. Ezért mondtam, hogy akármennyire nem tudjuk emberi mi voltunkat a maga teljességében, de azért emberként létezünk, emberi testben vagyunk. Tehát ha már ember vagy, nagyon-nagyon nehéz áttörni a birodalmak határait. És valójában, ha te emberek iránt nem érzel semmit, vagy együttérzésed az nincs, az állatok felé igen, ez magány, ami mögött rengeteg csalódás van. És innentől kezdve, hogyha nem oldod föl ezt a csalódást, nem érzel újra mondjuk nagyobb együttérzést egy embertársad iránt, mint egy kis állat iránt, akkor magányos maradsz az emberi világban, és egyre inkább otthon leszel a kis állatok között. Ez a te döntésed. Ez a tanítás. Tudsz-e vele valamit kezdeni? Hát megpróbálom. Helyes. Ugyanis lehet, hogy van egy olyan ember, esetleg több is, akiknek szüksége van rád. Akik együttérzéssel és szeretettel fordulnak feléd, de te csak a kisállatokkal foglalkozol, mert a többi ember téged nem érdekel. Erre tessék vigyázni. Jó. Köszönöm szépen. Szívesen. Egyéb kérdés? két kislányom van, 11 és 13 évesek. 13 évessel kapcsolatban elindult már ez a serdülőkor. Több száz pszichológiai könyv után én azt hittem, hogy hát ez nekem semmi nem lesz. Semmit nem ér. Tehát azt gondolom, hogy gyakorlatilag nullán vagyok most, vagy 90 fokon zen szerint. De van egy kislány barátnője, akinek nagyon hát nehéz élete van, és úgy látom, hogy az én kislányomra ez nagyon komoly hatással van. És én azt szeretném kérdezni, hogy mi az a határ, tehát nem akarom megnyomorítani a kislányom életét az aggódásommal, de hogy mi az a határ, amikor én azt látom, hogy őt látom, vagy az aggodalmamat látom. Nagyon jó kérdés. Ez egy fantasztikusan érett és gyönyörű kérdés. Először egy másik oldalról szeretnék közelíteni. Hol van apuka ebben a képben? A apukát én úgy szoktam otthon hívni, hogy ő az én zenmesterem, mert ő az, aki egyébként semmiben úgy nem hisz, tehát nem egy vallásos, beállítottságú Akkor már, ember. Bá, már belépett a kapu, hogy semmiben egy, nem hisz, mert Igen, de egy nagyon racionális, két lábbal áll a földön, és imádja a, hát imádja a lányait. Tehát... Az jó, de ha túl racionális, az nem zen, az, az, az egy kicsit sarkos, tudod, csücskös. Lehet egy kicsit sarkos, igen. Jó. Tehát, hogyha nagyon szereti a lányait, akkor biztos, hogy időt is tölt velük. Igen. És én azt javaslom, hogyha van ez a kemény sorsú barátnő, akkor ő legyen a másik tanító. Tehát, hogyha Apukazen mester, akkor ez a barátnők van szembószál. Az együttérzés bóti szatvája. Ez azért nagyon fontos, mert hogyha a palotából, az otthonból nem utazunk ki, és nem veszük szemügyre a világ folyását, az emberek életét, akkor a saját problémáink ilyen hatalmasnak tűnnek, hogy kiderül, hogy ha csak kimész mondjuk Nyíregyháza felé, úgy szép lassan autóval, teszel egy kört mondjuk Kisvárda irányában, és utána megint visszajössz, olyat látsz, hogy nagyon. Tehát olyan életformákat, lakóhelyeket, életstílust, minőségeket, hogy az már önmagában hatalmas tanítóértékkel bír. Tehát mi kell a gyereknek a tapasztalás? Tehát a szülői hozzáállás, az legyen az, nagyon jól mondod, nullán vagyok. Elolvastam egy rakás könyvet, nullán vagyok. Mi kell? Tapasztalás kell. Mi az a tapasztalás, ami a lányaimat, most ugye 13 évesről van szó főleg, de a fiatalabbat is, mert a prepubertás is ezért már kopogtat rendesen, helyesen neveli őket. Ne én neveljem őket, én megadom a lehetőséget, hogy tanuljon. Senki sem azért ül itt, mert ma valamilyen ezoterikus tutit fogtok hallani. Mindenki hallott már annyi videót ettől az arctól, hogy ne számítsál ilyenekre. Ami kell, az benned van. Amire szükség van, az itt van. Nem tőlem fogod megkapni, hanem azt az eszközt kapod meg, amivel ezt a benső Igazi, természetes önmagunkat lepucolhatjuk a sok-sok téves nézettől, lepucolhatjuk a karma sarától, megmenthetjük magunkat és másokat a téves nézetekből fakadó kabzsiságtól és haragtól. De egy serdülőnél mi a legveszélyesebb? A harag. Természetes, hogy vágyai vannak, és ezt a serdülők elég jól tudják vezérelni. Tudják, hogy mit akarnak, de amikor az van, amit nem akarnak, olyan dühösek tudnak lenni, az pusztító. Mi kell? Az, hogy ne az apuka és az anyuka legyen a villámhárító. Ez akkor van, ha a szülők kellő óvatossággal és körültekintéssel, de kivezetik a világba a gyereket, nem engedik el a kezét, de közös tapasztalatokon megyünk keresztül. Mi szokott lenni a hiba? Zárjuk be az ajtót, nézzünk tévét vagy valami egyebet, és érezzük jól magunkat. Valójában poshattunk, punyattunk, és az időnket fecséreltük annak a gyereknek ismeretekre és tapasztalatokra van szüksége. Tehát vezessük el őket olyan helyekre, magunkkal együtt, ahol ezeket megkaphatják. És leszúrod ide a között az aranybika szállóhoz, kinyitod 50 kilométer és rajzolsz egy kört, az egész világ benne van. Értsd meg, a felső meg az alsó. Mindenki itt van. Rengeteg emberrel, helyzettel tud találkozni. És kérdezzen. Tehát a látóterét így kell szélesíteni. És akkor ez a rettenetes dac, az önállóság kínja, a szülő felületéről való folyamatos visszapattanás, a felnövekvésnek ez az elképesztő görcsei, ezek elkezdenek kisimulni elkezdenek valahol más energiát kapni, mert más lesz az akarat. Már nem rajtad akarja leverni, hogy 13 éves, hanem talál valakit, akinek mondjuk százszor rosszabb sorsa van. Vagy talál valakit, aki a példaképe lesz. És mondom, nem engeded el a kezét, de engeded gondolkodni, látni és tapasztalni. És az adott biztonsági határokon belül, tudom, hogy ez a legnehezebb, engeded hibázni is. Tudod, hogy egy kicsit meg fogja szúrni az ujját, de nem fogja a karját elveszteni. Engedett hibázni azért, hogy önállóbb legyen, tapasztaljon, de még ne kerüljön veszélybe. Na ezt nem szoktuk, mert általában túlvédjük, túlaggódjuk, túlgondoskodjuk a dolgokat, és ez nem csak azért baj, mert átvesszük a gyerek szerepét, hanem az a baj, mert ugye nem lesz önálló. Pontosan az lesz a probléma, amit el akarsz érni, meg ő is, az nem valósul meg. Fiú esetén ott ül az anyja szoknyáján, és telnek az évek. a családi ház átalakul mama hotellé, és van egy 34 éves serdülő. Ismerős probléma? Na, ezt nem szabad. Lányok esetében ez nem ennyire problémás, itt máshol van a gyenge pont, az, hogy elkezd a világtól függeni úgy, hogy csak ezekkel a visszacsatolásokkal foglalkozik, hogy ő mennyire szép, mennyire okos, mennyire nem szép, mennyire nem okos, és ezektől a külső viszonyoktól elkezd függeni. És úgy elveszti az önállóságát, hogy csak ezeken a felületeken él, ahol ő a képét megsokszorozhatja, ahol digitálisan ki maszkírozhatja magát, ahol nem kell kozmetikus, mert megcsináltuk ugye tollal, kis digitális tollal, és akkor ez a függőség lesz az, hogy ha egyszer csak a nézettséget csökken, akkor elunja az életét. Nem vicc, ez így megy mostanában. Már nincs annyi követője az Instán. Mi bajom van? Semmi bajod, nincs. Csak bejött valaki más, aki fiatalabb egy évvel, és jobban maszkírozza magát. Ez történt. És akkor annak lesz 50 ezer követője, neked meg nem. És ilyenkor világösszeomlás van. Tehát ezért kell nagyon figyelni arra, hogy hova viszed. És itt azért fontos apukkal képben, és azért jó, hogy ennyire szereti a lányait, mert akkor így hármasba, négyesbe el lehet menni. És meg lehet mutatni a világot. Ez annyira fontos, hogy Sákyamoni Buthának, aki akkor még csak Gótama Sziddárta volt, 28 éves korában biztos, hogy nem az első, de egy nagyon komoly utazása volt a palotán kívül. Látott egy öreget, egy beteget és egy jogit és egy halottat. Öregség, betegség, halál. Ezt addig úgy óvták tőle. Ez volt a mítosz. Biztos, hogy nem óvta meg a királyi maharadja pukája, hanem a legjobb nevelőket, tanítókat és mestereket hozta, akik szerintem idejekorán informálták arról, hogy ez a világ hogy működik. De először tapasztalta. Először engedték ki úgy a palotából, hogy azt látta hogy ott volt a szaga, ott volt az ember, ott voltak a kiáltások, a nyögés, a panasz. És ekkor rájött, hogy ez a világ milyen. És akkor azt mondta, köszönöm, én szeretnék valamit megtalálni belül, mert ha ez nincs, meg akkor ennek az egésznek kint nincs értelme. Tehát egy kamasznak nagyon fontos, hogy legyenek céljai, legyenek értelmes döntései, és lásson minél többet, tehát én nagyon hálás vagyok a szüleimnek azért, mert 12 éves koromban, miután apám egy évet dolgozott Kanadában, egész Amerikát és Nyugat-Európát beutaztuk egy hónap alatt. A mai napig megvannak az emlékek, még a szagok is, a látvány, az emberek érzete, a járművek, mint egy film. Tehát hatalmasat dobott rajtam azért, hogy mert megismertem más kultúrákat, más embereket, nem vagyok az a panaszkodós típus, de érzékeny vagyok. És ez az érzékenység elraktározta ezt. Elraktározta, hogy mi módon tudnak emberek élni, dolgozni, beszélni, együtt élni. Ezt kell látni. És hogyha ez megvan, akkor nincs szülőre vetített dac, legalábbis nem annyi. Nagyon fontos, úgyhogy együtt tapasztalni, együtt útra kelni, együtt látni világot, és közben válaszolni a gyerek kérdéseire, mert lesz szekér deréknyi. Jó? Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Mi segíthet döntéshelyzetben a érzelmek és gondolatok kakafóniájában kiszűrni, hogy üssek vagy fussak? Ó, nagyon jó kérdés. Honnan jön az a kakofónia? <hállt> hát um, egy um, elég dacos családi mintából, és egy um, elég erős magabizonytalanságból. Mennyire váltál függetlenni a családi mintáktól? Hát nem nagyon. Érződik. Tessék kilépni a családból egy picit. Nem ilyen végtelenben menő egyenes vonalon, hanem egy nagyon szép körpályán. Édesapám, édesanyám, köszönöm, amit kaphattam tőletek, a szívembe zárom. Amit nem kaphattam meg, arról lemondok és most megyek. Megismerem a világot, mert ha ezt nem tenném, nem ismerném meg önmagam. És mész. És tapasztalsz. És ahogy haladsz az úton, úgy mosod le magadról a karmádat minden egyes lépéssel. A korábbi minták, a környezeti hatások, azok mind átalakulnak, elporladnak és a belőlük felszabaduló energiát egy új önmagadba tudod fektetni. Azért is érzel belső bizonytalanságot, mert ez az önmagad, ez még nincs meg. Nem váltál úgy önállóvá, és nagy részünk még ezt nem tette meg. Ahogy azt te belül érzed, hogy szükséges. Mert szükséges valami, aminek az alapján hihetsz a szemednek, hihetsz a fülednek, hihetsz az érzéseidnek, hihetsz a gondolataidnak, de ha belül kakofónia van, akkor nem hihetsz mindezeknek, mert ezek megcsalnak. Ahogy a taoisták mondták, van öt nagy tolvajod. Látás, hallás, szaglás, ízlelés, tapintás. Ezek mind ellopják azt a tisztánlátást, amire szükséged van. És most jön a zen, de a tapasztalod igazi önvalódat, akár egyetlen pillanatra is, akkor minden, amit látsz, hallasz, szagolsz, tapintasz, íz lesz, az a tanítód lesz. Az ébresztő mozzanat lesz. És ha tiszta a tudatod, akkor hihetsz a gondolataidnak, hihetsz az érzelmeidnek. Miért? Mert tudod, hogy már nem fogsz azonosulni velük, már nem fogod szembefordítani őket, már nem fogod keverni őket, már nem fogsz kakofóniát létrehozni. Ezért kell kilépni a családból, hogy éretten, felnőtten térj oda-vissza. És átalakuljanak a függő viszonyok. Ezért van erre szükség, és nem azért, mert nem szereted őket, vagy ők ne szeretnének téged. Emlékezz, csak abban a családba születhettél, ahol megláttad a napvilágot. Sehova máshova. Ha kérdésed van belül, hogy miért oda, akkor nézd meg apád és anyád karmáját és a sajátodat. Mi az, ami bennetek közös, és mi az, ami elválasztiteket? Mi az, ami különböző? És ezek a vonzástörvények, ezek hoztak téged oda, hozzájuk, akkor és úgy. Ezért születtél úgy, olyan körülmények közé, mert a korábbi karmád csak apához és anyához hozhatott nem a szomszédba születtél, nem valamilyen hiba útján születtél, az ok és okozat törvényének a mélységes, tévedhetetlen működése nyomán születtél oda, azokhoz és úgy. Azért tévedhetetlen, mert nem személy áll mögötte. Ha ez személyes lenne, akkor azon nyomban tévedne. Mert akkor olyan lenne, mint mi. Úgyhogy fedezd föl azt, ami csak te vagy, és fedezd föl azt, amiért a szüleidhez születtél, és az előbb említett módon tégy egy hatalmas kört, ekkor elnyered az utadat. Köszönöm szépen. Szívesen. Egy nagyon csúnya vállás után a gyermekem az apjával maradt, elnézést, aki ellenem neveli folyamatosan, és nem tudom, hogy hogy segíthették a gyermekemnek, hogy visszatérhesse hozzá. Egyrészt együtt érzek, másrészt pedig a törvény által neked egy bizonyos idő adatik a gyermekkel, amikor az apja nincs jelen. Ezt kell önsajnálat nélkül kihasználni arra, hogy csak ő és te legyetek ott nem szabad még beszédben sem az elvált férjedet, aki a gyermeked apja, odahozni. Százszázalékosan légy a gyerekkel. És tartsd meg azt a karmát az exed és magad közt, ami csak a tiétek, ami a két felnőtt karmája. Miért? Mert a gyerek elképesztően könnyen magára veszi egyiket is, másikat is, mert meg akar felelni a szülőknek. Mert egyszerre akarja újraegyesíteni a szülőpárt, hiszen belőletek van, és egyszerre dühös mindkettőtökre, mert elváltatok. A kettő egyszerre van. Hosszú évekig tart majd földolgozni, és a gyerek számára elfogadhatóvá tenni, hogy mi történt. Újabb hosszú évek lesznek, amíg az ő kényszeres reakcióját ki tudod venni a lelkéből. Hogy be akar lépni az apja helyére, vagy be akar lépni az anyja helyére, azért, mert a család így szétesett. És el kell tudnod mondani neki, hogy édes gyermekem, én ezt elbírom. Én vagyok a nagy és erős anyád. És én ezt elbírom. Te a gyerekünk vagy, ne vegyél részt a mi páros karmánkban, mint férj és feleség, mert egyikünk helyére sem léphetsz be, a gyermekünk vagy. És nagyon-nagyon bocsánatot kell tőle kérni, mert nem tudjátok visszacsinálni az egészet. Én azért is hálás vagyok a szüleimnek, mert végig együtt maradtak. Végig. Mindent megoldottak. És tudom, hogy vannak olyan családok, ahol ez nem volt lehetséges. Sajnos Magyarországon nagyon sok ilyen van. De mégis egy olyasféle kompromisszumot kell kötni hosszú távon a gyermeked apjával, amely a gyermeked fejlődése szempontjából fontos. Nem azért, mert neked jó vagy rossz, hanem azért, hogy ez a gyermek egészséges legyen, és ami a legfontosabb, ne ismételje meg. Mert az a legdurvább a transgenerációs karmában, hogy megismételjük, lekopírozzuk, ha fájdalmas, még jobban, mert jobban beléd megy. Tehát segíts neki később, most meg nem tudod, segíts neki később kivenni magából ezeket a mintákat, hogy ne vigye tovább. Nézd meg, amikor tényleg dühös rád, hogy miért van ez. És le kell szokni arról, hogy az apját véleményezd le kell szokni arra, hogy az apja véleményét elfogad, és ami a legfontosabb, a gyerek nem szabad, hogy csatorna, üzenet, közvetítő vagy bokzsák legyen. Érzelmileg. Jó? Köszönöm Itt a feladat. szépen. Szívesen. Az előző kérdéshez kapcsolódnék, mert én ezt gyerekként éltem meg, és így tökéletesen úgy van, ahogy mondod, és jelenleg azt érzem, hogy nagyon dühös vagyok az anyámra, és hogy nem tudok neki megbocsátani. Mit javasolsz? Van párod, élettársad, feleséged? Van feleségem, igen. Mióta? Hát 19. 19 óta. wow, gratulálok. Köszönöm. Akkor mondd ezt el egy gyönyörű estén, amikor nincs más feladatod. Mondd ezt el a párodnak, hogy mennyire dühös vagy anyádra, és kérnek, hogy segítsen, mert ő rá nem akarsz dühös lenni. Hogyha anyádnak meg tudsz bocsátani, akkor a párodnak a látszólag teljesen más jellegű problémáit, bajait, sokkal jobban tud kezelni. De hogyha az anyasebb nincs begyógyítva, azt levered a párodon. Előbb-utóbb. Teljesen más formában, de meg fog történni. Úgyhogy a nők igazából nagyon jól értik a nőket férfiak soha nem fogják úgy a nőket érteni. Úgyhogy mondd el neki, és hogyha a feleséged, akkor érzi a szívedet. Ez segít. Jó? Rendben, köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Többször említett azt, hogy a karmából kimondjuk az információt és az energiát. Bizony. És ez a gyakorlatban hogy néz ki? Nagyon jó kérdést tettél föl. Köszönöm. Ez egy bot. Ennek az anyaghalmaznak botkarmája van. Mert összeállt egy ilyen fadarabbá. Oké? Okay? ezt fává az ő szerkezete alkotja, az atom szerkezete. Ha ezt meg akarod változtatni, két úton teheted. Az egyik az, hogy elégeted. És ha elégetted, akkor az energiaállapota megváltozott. Tehát kivontad belőle azt az energiát, ami összetartja egy nagyobb energia segítségével ez a tűz. A másik, hogy számodra ez nem bot. Az információt, az te tudod. Ő nem tudja, hogy bot, ezt te tudod, hogy bot. És akkor ez számodra már más lesz. Lehet, hogy kerítésoszlop lesz, mert leszúrtad. Lehet, hogy tengely lesz, mert ráraktál két kereket. Ez egy egyszerű példa, ahol az energiát és az információt nagyon jól el lehet különíteni. Most egy kicsikét magasabb igényszintű példa, Beszéljünk az érzelmeinkről. Az érzelmeink sokkal bonyolultabbak, mint egy bot. Hogyha itt szívcsakrán ilyen elképesztő erős nyomást érzel, és az energiádat visszaviszed ide a tantiembe, akkor kivontad abból az érzelemből az energiát, mert nem táplálod. Az információ az, hogy mennyire hiszed el, mennyire azonosulsz vele. Tehát, hogyha te nem azonosulsz egy karmával, akkor az információt kivontad belőle, mert nem hiszed el. Ha hiszed, akkor egyre több azonosulás, egyre mélyebb azonosulás lesz, és ekkor az információ egyre erősebb. Az energia más módon is adható és vehető, például a látással, hallással, szaglással, tapintással, ízleléssel. Ezért van az, hogyha valaki nagyon megsért téged, a nevét se akarod kiejteni. Miért? Mert energiát adsz annak a sérülésnek, ami ahhoz az emberhez köthető. Nem akarod látni az arcát? Nem akarod szagolni a szagát? Nem akarsz a közelében, a jelenlétében lenni? Megnézed a szívszutrát, az elején az van, hogy igaz természetében az öt személyiség alkotó, szanszkritus skanda az üres. Ez a test, tehát forma, érzés, érzékelés, Akarat és elmeállapot vagy tudatosság. Ha ezt az ötöt összerakod, összeáll belőle az ember. De hogyha ezt az ötöt, mint a tábor tűznek a fájd szétrakod, akkor a tűz lelohad. Azért vagyunk most itt ebben a teremben, mert a lélek, a szoftver és a test, a hardware együtt működik. Ehhez energia és információ kell. Energia az az ebéd, amit elfogyasztottál padlizsánkrémmel együtt, ugye? És az információ pedig, hogy ide berajzoltad a célkeresztet, és ide jöttél. Tehát minden karmában van egy bizonyos mennyiségű információ és egy bizonyos mennyiségű energia. Bármelyik megváltozik, megváltozik a karma. Ha a kettőt ketté választod, és nem találkoznak, akkor nincs. Ha a test és a lélek nem találkozik, nincs élet. Hogyha a gyufa és a gyufa, gyufásdoboz oldalán a fosz, hogy nem találkozik, nincs tűz. Tehát, hogyha az énséget, az azonosulást, az érzékszervi hatásoktól megkülönbözteted, akkor elválasztottad az információt és az energiát, a karma összeomlik. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen. A serülő kortól itt a felnőtt korig hangzottak el kérdések. És mindegyikben magamra ismertem. Egy gyereket neveltem fel, 30 éves, 10 éve nem élünk együtt, fiúgyerek, okos, értelmes, dolgozik, és egy ideje, hát hogy is mondjam, megromlott a viszony. És én ki is vontam magam ebből a történetből, mert már egy 30 évesnek nem kell anyuka. Vagy nem kell úgy, úgy anyáskodjak, vagy szülősködjek. De, de úgy érzem, hogy, hogy haragszik rám. Atyáskodik a párján. És lehet, hogy ezzel kapcsolatban valami, valami nincs rendben, és lehet, hogy emiatt araxi. Kell nekem még itt tennem valamit? Igen. Mit? Évente négyszer főzni. A két születésnap, karácsony, okay. húsvét. Ezt megtettem. Nagyon jó, több Akkor dolgod nincs. Pont elég. Miért? Mert ez már a párja is közte van, atyáskodik a párján, vagy sem, nem a te dolgod az a te dolgod, hogyha a párja oda jön, hogy hát akkor anyuka, tessék szíves nekem valami használati utasítást adni a fiához, mert csak nem boldogulunk. Tehát ekkor van dolgot, hogyha behívnak az életükbe. Egyébként jól mondtad, nem anyáskodunk, nem túlgondoskodunk, nem aggódunk. Miért? Mert lerombolod a művet. Tehát felnevelni, útjára engedni és hátralépni. És akkor egyszer csak kattan, hogy hála, Atya úristen, milyen jó anyám van, akkor visszajön és megköszöni. De hogyha túltolod, akkor állandóan ellentart, állandóan szabad akar lenni, holott évtizedek munkája benne van. Úgyhogy nyugodtan lépj hátra, nyugodtan viseld el, hogy most nem olyan intenzív a kapcsolat, nem hívogatjuk állandóan. Soha nem hívom. Ha, az baj. Az baj a soha, meg az állandóan soha. hívás, a két szélsőség, ezt nem csináljuk. Néha, néha, és kész. Mm. Jó? Tehát ez most olyan a probléma, ami az övék. Aha. Ne legyen a tiéd. Értem. Nagyon jó. Következő Értem. kérdés. Nekem annyi lenne, hogy mi már lassan egy éve ugye mantrázunk, és én keresztény hajlamú voltam, és hogy vagyok kis, tehát nekem az olyan sokat jelent az Istenség, Jézus, és ugye ez együtt a mantra. És el tudtam odáig jutni, hogy mondjuk eh, kimarnak, ha egy kvanszembó eh, szakép, Jézus, középen egy bukászaból, és felettünk egy felirat, hogy Isten nem minden lehetséges. Tehát Nagyon próbálom próbálom. Tűnő felirat. minden mantra végén, mind a három felé, tehát az a hármat ötvözve, ha meghajolni, és úgy vinni a napomat, hogy istenségben is, magában a, a, lázadban, az istenség felé, és ugyanakkor pedig magamon dolgozni a mantra által, meg tudjam ezt valósítani, mint egy apró szent háromság, vagy akár nagy, hogy ugye tudjuk azt, hogy hát én nagyon sokáig kerestem könyveket, hogy Jézusnak is volt három éve, amikor ez irányba fejlődött, és arról sajnos nem írtak túl sok könyvet, meg ő sem nagyon beszél a Bibliába. De valahogy megéreztem azt a dolgot, hogy amit ő ott akkor megérzett, ezt én is megérzem azáltal, hogy a mantrát gyakorlom. Nagyon úgy tűnik, hogy Jézustól is és Buthától is kellő lelkitámaszt kapsz. Én ide Igen, nem az lehetséges, mert most például e, Butha regéket olvasunk otthon, és, és én nagyon élvezem ugyanúgy a, a, egy ilyen könyvnek az olvasását, mint például Na akár jó. egy bibliai könyv. most könyvet. figyelj jól! Isten kép és Isten élmény azonos vagy különböző? Um, van egy ilyen mondás, azt olvastam már nem, hol, ahogy... Nem, nem, nem mondás, te, te rád vagyok kíváncsi. Benned Istenkép, kép, Isten élmény azonos vagy különböző? Hát nálam különböző. Nagyon helyes. Önvaló és önkép azonos vagy különböző? Különböző. Még különböző. Mi történik akkor, amikor az önvaló és az önkép egyé válik, és az önkép megszűnik? Hát. Nem onnan, onnan. Akkor van Isten elmény. Igen. Oké? Okay? Igen. Innentől kezdve én kívánom azt, hogy Jézus és Buddha egyszerre legyen meg a szívedben, mert akkor le tudsz előttük borulni, úgyhogy te nem aggódsz semmilyen szervezet, könyv, vagy egyéb ilyen enciklika miatt? Az biztos. Nagyon-nagyon kívánom, hogy tud megkülönböztetni a formát és a tartalmat, a teás csészét és a teát. És akármilyen színű a csésze, akármilyen alakja van, azt a finom teát idd meg. Ha kettőből, akkor kettőből. De a csészét, azt ne idd meg. Jó. Jó? Köszönöm. Nagyon szívesen. Utolsó kérdés. Alapvetően a felelősség az az én kérdésem. A kölcsönös függés kapcsán az egyéni e, béke megtalálása, szenvedésmentesé válás, és közben a többi emberhez való felelősségtudat, a társadalommal szemben való felelősségtudat. Hogy hogyan lehet ez e, ezt az egyensúlyt megtalálni? Egyszerűen gyakorlattal van esélyem, mert amikor elkezdek gyakorolni. Nem látom azt, hogy hogyan tudom letenni azt a fajta felelősségérzetet, amit érzek mások iránt. Pusztán azzal, hogy majd én a lelképékémet megtalálom a gyakorlatok által. Mi a dolgod? Az enyém? Fogalmam uh -huh. sincs. Ezért nem tudsz a felelősségérzettel mit kezdeni. Hogyha tudnád, hogy mi a dolgod, akkor azt is látnád, hogy a te felelősségi köröd itt kezdődik, és itt ér véget, és miután a tiéd véget ért, valaki másé kezdődik. Ha nem tudod, mi a dolgod, akkor valakik majd megmondják. Ha nem tudod, mi a dolgod, akkor a felelősségedet, a felelősség érzetedet valaki ki fogja sajátítani. És erre kell nagyon figyelni, hogy a segítő szándék az ne a pokolba vezető út kikövezése legyen. Tehát az, hogy miben segíthetek, az az entanításban tanításban azt jelenti, hogy minden pillanatban másokat és magamat a felébredés útján járónak tekintem. És ebben a szellemben nyilvánulok meg, vagy hagyom, hogy megnyilvánuljon a másik. Amennyiben nem ebben az irányban haladok a beszédemmel, a gondolataimmal, az érzelmeimmel, a cselekedeteimmel, akkor az nem a felébredés felé visz, hanem valami más felé. Ez az az egyetemes felelősség, amelyet mindenki gyakorolhat. Ez az, ahol a te felelősséged a saját tested és a saját lelked körében egyedi. Mert te vagy a saját tested és lelked gazdája. Senki más nem az. De ebből az is következik, hogy te nem vagy más lélek vagy test gazdája. Azért a saját gazdája felel. Viszont a kölcsönös függés azt jelenti, hogy kapcsolatunk minőségének függvényében felelősséget tudunk vállalni a közös életért. Egy pár kapcsolatban, egy családban és egy társadalomban. Ennek a közösségnek megvannak a szabályai, megvannak a területei. A legrosszabb az, hogyha nem tudjuk a saját felelősségi körünket, mert akkor a másét se látjuk. Akkor a másik megtehet velünk olyasmit, ami égbe kiáltó, csak azért, mert mi nem tudjuk, hogy mi mit tehetünk meg, és mit nem. Hol van a szabadság és felelősség határmesdjéje? Valójában a szabadság és a felelősség ugyanannak az éremnek a két oldala. Ahol te szabad vagy, ott felelősséget is kell vállalni, ahol te felelősséget válasz, ott szabadságot is tapasztalsz előbb-utóbb. Ezt a másodikat nehezebben értjük hogy lehet az, hogy a felelősség a szabadságba megy át. Hát akkor legyenek szívesek kutyában gondolkodni mindannyian, és hogyha te veszel egy kutyát, akkor azt nevelni kell, és aztán kell tartani, meg kell tanítani egy csomó mindenre, sétáltatni, állatorvoshoz vinni, etetni, itatni, viszont az a kutya csak rád hallgat te leszel az egyedi és egyedüli kizárólagos gazdája. Neked van teljes szabadságod a kutyával, miért? Mert te tetted bele felelős módon az energiát. Mástól egy jól idomított kutya nem fogad el élelmet. Más szavára nem hallgat, más az nem megy csak úgy oda, farkát csóválva. Tehát meg kell határozni azt, hogy mi a te dolgod, és hogyha az megvan, akkor azt szabadsággal és felelősséggel egyetemben csináld. Másokat ráébreszthetsz a felelősségükre, és így a szabadságukra is, de nem veheted át tőlük a feladatot. Én azt kívánom, hogy mindannyian haladjunk a felébredés útján, ehhez a közös zengyakorlat egy nagyon jó út. Ehhez formára is szükség van. Ahhoz, hogy a tartalomhoz eljuss, ahhoz erőfeszítés kell. A lényeget nem lehet úgy tapasztalni, hogy az illúziókat nevessük el. És ha ez így van, akkor eredeti szabadságunk és felelősségünk egyszerre mutatkozik meg. Pillanatról pillanatra mi a dolgom, hogyan segíthetek, vagy ha kell, hogyan fogadhatok el segítséget. Megköszönöm Debrecennek ma ezt a kitüntető figyelmet, szervezőinknek az alapos munkát, házigazdáinknak a vendégszeretetet. Remélem, hogy minél többször találkozhatunk, gyakorolhatunk, és érjük el a felébredést, mely által megszabadítjuk magunkat is, másokat is a szenvedéstől. Köszönöm a figyelmet!